Mit ér a rózsafá piros bimbó nélkül? Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül? Egy óra belőlünk, ez a címe annak a hangversenynek, amit minden esztendőben megrendeznek a Szekszárdi Garay János gimnáziumban. A Citera zenekar egy délalföldi csokrot hozott erre az alkalomra. Ezt gyakoroltuk már hetekkel ezelőtt, illetve abszolút jónak találtuk az ünnepély jellegét tekintve. Most ugye a Citera zenekart azt lényegében tavaly alapítottuk. Én ugye 11-es vagyok, már kétszer volt lehetőségem itt zenélni. A 9. osztályban még szólóval, illetve tavaly már, mikor már létrejött a Citera zenekar, akkor már ketten léptünk föl. Nagyon jó hangulatú, színvonalas rendezvény. Mire ad lehetőséget? Ez, hogy megmutathassuk a tudásunkat, megmutathassuk, hogy mivel foglalkozunk így az intézmény keretein belül. Második osztályban kezdtem el citerázni egy általános iskolai szakkörön, tehát már nagyjából 9-10 éve. Sándor Zsigmond 10. D-osztályos tanuló Bartók Béla Este a Székelyeknél című darabját adta elő a nagyérdeműnek. Igazából a tanárnő kérte tőlem, hogy ezt a darabot játsszam, ez már egy régebbi darab, de most elővettem újra, és most bemutatom, hogy hogyan tudtam újra megtanulni ezt a darabot. Nem először veszek részt az eseményen, egy nagyon színvonalas esemény. Nagyon szeretek ezen részt venni, és a tanárnő mindig szívesen fogadja, hogyha szerepek. A hangversenyen, amit a Zenevilág napja alkalmából rendeztek meg, mindenféle zenei műfaj képviseltette magát. Ez minden évben kettőször kerül megrendezésre, és most jutottunk el oda a mi kis zenekarunkkal, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor itt is megmutatkozunk. A mi zenekarunk pedig 2 éve alapult. Igazából így zenészi körökből ismerjük egymást, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk valami új stílus irányzatot alkotni, és egy újabb stílust megmutatni az embereknek, és ezt a fúvós zenét egy kicsit belevinni a diákság körébe, és ezért alakult igazából a Human, a mi zenekarunk. A gimnázium egykori diákjai által létrehozott, majd Naszladi Judit énektanár által újra gondolt rendezvény célja a népzene, a komoly zene megszerettetése a hallgatósággal, miközben a tehetséges diákoknak is lehetőségük nyílik megmutatni tudásukat. Arra gondoltam, hogy azok a diákok, akik esetleg nem versenyeznek, de szívesen bemutatkoznának. Ez egy kiváló alkalom lenne, nem titkolt céllal, megnyerve a népművészetnek, a népzenének, a komoly zenének, és itt akkor bábuzó diákokat, balettos diákokat is hívtam szeretettel, és most már vannak, akik eleve, ha felvételt nyernek a gimnáziumba, akkor tudják, hogy számíthatnak arra, és meg is keresnek. érettségek között hála Isten szép számmal vannak garaista diákok, és amikor indítja őket a zeneiskola versenye, miután a zeneiskola a gimnázium partnerintézménye, akkor az éves munkatervet előzetesen megbeszéljük, egyeztetünk, és körülbelül úgy elképzeljük az időpontokat, és amikor ők versenyre mennek, akkor ez egy bemutatkozási lehetőség egybe. Most van két olyan reménysége az iskolának, akik esetleg díjazottak lesznek majd billentyűs hangszeren, és ők kapnak lehetőséget decemberbe, tehát mindig valami aktualitása van.